Jó reggelt, szerbusztok, és kellemes ébredezés mindenkinek! Szerbusz Krikó, Nefin, valamint Kivikiller Killer és János, köszönöm szépen nagyon a negyedik hónapot, és köszi köszi, továbbra is köszi. És jó reggelt neked, kedves Viktor GTR, valamint a csodálatos Roli, jó reggelt, szevasz, és üdvözlett etelének, hello, szevasz! Krikó, ha esetleg nem mondtam, hogy lehet, hogy kétszer volt Gabba, jó reggelt, és egy vedersomlói? somlói? Hát azt most nem mondom, hogy beverném, mert ilyenkor reggel még nem tudok enni. Jó reggel, Dunyhás, Szerbusz, kedves Ivi, nagyon szépen köszönöm a 17. hónapot, köszi, köszi és szervusz Jácint, jó reggelt neked is! Hello Captain Balusz, szevasz csinidini Phantom Zsolt, és euh, Lala, jó reggelt, Bésanya, szervusz Vasmacska, és Ufcsi, és valahány név van a naptárban, jó reggelt! Rakonc átlankodik, úgy néz ki, hogy ma reggel minden, a keverőpulttól elkezdve a fényekig, tehát konkrétan minden. Tehát én nem tudom, hogy mi, mi szállta meg itt a, a rendszert, meg a, a, kis kuckómat, de valami van. Valami van, lehet, hogy várjál, lehet, hogy retrográdban van a Merkur. <laughs> Jaj, bocsánat. Bocsánat, bocsánat, aki, aki, esetleg ezeket a dolgokat komolyan veszi. Games Cobra, jó reggelt neked is, és Bencsó meg, nem tudom, Phantom Zsolt, és valahány név van a naptárba szervusztok. Kicsikét izgulok a maitól, mert egy olyan filmet hoztam a képkockát illetően, ami hát kicsikét necces, de, de nagyon jó. Tehát ennek a kibeszélése fog megtörténni majd valamikor. Egy kicsikét beszélgetünk, és akkor utána képkockázunk, aki esetleg nem tudná, hogy miről van szó, ez egy ilyen közösségi filmklub kockáknak, és a mai nap folyamán az amerikai história X van porondon. Ezt fogjuk kibeszélni a film mögöttes tartalmával, egyéb érdekességeivel, cselekményével, néhány bejátszással, amit majd YouTube videók formájába fogunk megejteni egy kicsikét rendhagyó módon, mert nyilván nem szeretném ezeket most bejátszani, mert jó pár jeleneten rengeteg önkényuralmi jelképtől elkezdve erőszakos cselekményekig minden megtalálható, úgyhogy ezek nem biztos, hogy élő és egyenes adásba valók. Attól függetlenül a linkeket meg fogom osztani a cseten, tehát ilyen szempontból egy kicsikét rendhagyó lesz, de talán ez nem fog levonni a dolog élvezeti értékéből. Megérkeztek már a válaszok tőletek, és a, a, az értékelések. Discordon ugye a, a filmmel kapcsolatban létrehozott szavazó lapon, vagy nem tudom, hogy hívjuk ezt? Nem szavazó lap, az, 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 rosszul cseng, főleg mostanában, várjatok. értékelőlap. Igen, értékelő, legyen értékelőlap. Ja. Uborka szezon, szevasz, hello, hát most jelenleg abszolút. Levente, jó reggelt neked is, és, és üdvaki most űrlap, hát végül is le, hívjuk űrlapnak, Hívj, vagy, vagy bárminek, úgyis el fogom felejteni. Legyen, hogy legyen űrlap. Legyen például űrlap. Na, szóval beszélgetünk, aztán képkocka, és a képkocka után jön az Elden Ring természetesen és érthető okokból kifolyólag menetelünk előre magasabb szellemi célok felé, Lajos pedig küzd irgalmatlanul, és össze kell szednünk még egy csomó mindent azokon a zónákon, ahol már eddig végiggyalogoltunk. Végül legyőztük tegnap Mezmert is, nem volt egyszerű, de én gyanítom, hogy azért, mert egy csomó mindent nem szedtünk még össze, és legfőképpen a, a továbbiakban skadutri fragmentekre is fogok vadászni, mert nyilván ezek azok, amik egy kicsikét tápolják a karaktert. Hans de Lizard, a csodálatos, akinek nagyon-nagyon szépen köszönöm az értékes hozzátett információkat a képkockához. Köszönöm szépen még egyszer. Úgyhogy ez lesz a mai nap programja. Szerintem, hogy körülbelül este hatig el fog tartani, legalábbis ez így a tippem, de hát nyilván a műsor változás jogát fenntartom. Viszont nem tudom, hogy, 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 hogy pontosan meddig fog tartani a mai stream, de egész sokáig, ez egészen biztos. Úgyhogy körülbelül így néz ki a mai napi menetrend, úgyhogy erre lehet számítani. A jövő hét az pedig már szépen lassan körvonalazódik. Úgyhogy köszönöm szépen az eddig küldött játékokat és mindenféle dolgokat. Köszi. Na, szóval úgy gondoltam, hogy egy kicsikét beszélgessünk még így előtte. Van jó pár téma, amit így föl lehetne dobni, és és kezdjünk egy picit ezzel a retteretes időjárással. Most már egy picit talán enyhébb a dolog, mert tegnap jött valami front, azt hiszem, hogy olyan délnyugati irányból. Ez minket talán el is kapott, de én, nekem fogalma nincs, hogy mi történt, mert úgy végig aludtam, mint a huzad. Tehát konkrétan én nem észleltem semmit, lehet, hogy volt vihar, lehet, hogy nem volt, minden esetre egy kicsikét hűvösebb van, ami hála az égnek pozitív. Úgyhogy, hurrá, Viszont attól függetlenül jött ez egy, egy nagyon érdekes cikk, és egy kicsikét köthető ehhez a dologhoz. Iszonyatosan durva lehet, én nem is tudok belegondolni, hogy ez így milyen lenne. A Fél-Balkánt egy nagy áramkimaradás sújtja. 40 fokos hőségben sokan klímák nélkül maradtak. Na most attól függetlenül a, a, a helyzet az, hogy hogy nem feltétlenül azokra a helyekre gondolok, ahol körülbelül olyasmi a hőmérséklet, mint, mint nálunk, hanem jóval, jóval melegebb vidékekre, és ott szerintem nem tudom, hogy, hát nem tudom, hogy, hogy lehet ezt így átvészelni. Pénteken Montenegrót, Boszniát, Albániát és Horvátország nagy részét egy nagy áramkimaradás tette élhetetlenni. Leálltak a közös közlekedési lámpák, bezártak az üzletek, az emberek pedig légkondicionálat nélkül próbálják meg átvészelni a hőséget, a közel 40 fokos hőséget. Na most, így, amikor már egy 30 fölé megy, akkor azért én már kezdem, kezdem vakarni a fejemet, mert most főleg, főleg itt, meg, meg én a tizedik emeleten lakok, ugye bár. Ö, tizedike, nyolcadikon, bocsánat, tehát itt tizenetesbe azt akartam mondani, ami hát nem éppen egy árnyékolt szituáció, tehát olyan, mint egy ilyen, egy, ilyen, egy ilyen, hát majdnem, hogy egy üvegház körülbelül. Azonnal költöznék a pincébe, 24 fok felett nekem annyi. Hát neked van pincéd? tök jó neked, hogy van pincé, nem mindenki tud sajnos. Most azért abba gondoljatok bele, hogy egy ilyen esetben azért kimarad egy csomó minden, nincsen légkondicionálás, nincsen internet, nincsen tévé, nincsen semmi gyakorlatilag, ami, ami ugye a modern technikához köthető, mert így fogják magukat aztán elvágják a kábelt, vagy, vagy valami ilyesmi. Itt is voltam hogy Magyarországon ezelőtt egy-két nappal valami áramkimaradás, ezt Pesten lehetett érezni, én Ihátnertől tudtam meg, mert ő kiment a kertbe közvetíteni, de erről már beszélgettünk, úgyhogy az se lehetett, hogy egyszerű. Mert vannak olyanok, akik abszolút nem bírják ezt a rohadt meleget. Arról nem is beszélve, hogy ez iszonyatosan durva egészségügyi kockázatokkal jár, minél inkább emelkedik a hőmérséklet. Tehát azt például lehet tapasztalni a mentősöknél, hogy minél inkább, minél inkább ö, melegebb van, annál, annál több a riasztás, és egyre egyre túlterheltebbek. Azt írják a cikkben, hogy a meghibásodás a hálózat erős terheltség, a magas hőmérséklet miatti hirtelen megnövekedett energiafogyasztás, és maga a hőmérséklet miatt következett be, mondta Szásá Mujovics, Montenegró energiaügyi minisztere és mindezt egy élő adásba Az áramkimaradás nagy balkáni elosztó rendszereket érintett. Nem lehet egyszerű basszus. Nem, én nem, nem tudom, ti mit csinálnátok egy ilyen, egy ilyen szituációba, hogyha így fognál magát és elmenne az áram egy egyik pillanatról a másikra, tehát se internet, se számítógép, se tévé, se semmi. Tehát se, se konzol, se PC, semmi. Ráadásul még a légkondicionálás izé fogja magát, és elhal. Tehát onnantól kezdve mit lehet csinálni? Tehát Főleg főleg olyan helyeken, mint például a panelba, meg egyáltalán. Üvöltenék az utcát itt a világ vége. Szerintem lehet, hogy többen. Szobabicikli plusz generátor. Na most azt. És akkor, tulajdonképpen a légkondicionálót egy szobabiciklivel hajtanád? Mert, hát, hogy mondjam, lehet, hogy még melegebb. Még inkább meleged lenne, gondolom én, az biztos. Kiülnék a kertbe olvasni? Hát de ott meleg van, nem? Lala. Vagy, vagy nektek valamilyen, nem tudom, különleges kertetek, valahol nincsen meleg, vagy megyek, kirándulok egyet, este macerásabb, de valamit csak kitalálok, leülök meditálni. Ja, én el tudnám magam foglalni méghozzá olyan módon, hogy elővenném végre azokat a könyveket, amiket nem volt időm még egyelőre elolvasni. Úgyhogy körülbelül ennyi. Rendet raknék a lakásban, most éppen ez amúgy aktuális, úgyhogy ez valószínűleg holnap fog megtörténni, úgyhogy valószínűleg előrébb hoznám akkor a takarítást, mint olyat. Mert ugye a hétfői nap az erről fog szólni, a feneegye meg a rohadt életbe. Rühellek takarítani nincs kerted, keresel egy erdőt a közep. Azt hittem, hogy valaki más, akinek van kertje, és akkor becsöngetsz hozzá. Tudod, mint amikor jött a belügyminisztériumtól az SMS, hogy üljön át egy másik autóba, menjen át egy másik kertbe. Nagyon melege van, menjen át a szomszéd kertbe. Hátha. ha nincs keres egy erdőt a közelben, döbbenetesen jobb a hőmérséklet. Itt például Pécsen van egy égervölgy nevezetű hely, ami, amit úgy képzeljétek el, hogy egy ilyen erdős, völgyes valami, és konkrétan fölötte teljes mértékben be van nőve a lombkoronával. És sokkal-sokkal-sokkal jobb idő van alatta. Egyértelműen. De, a legfontosabbról nem beszéltél a hűtőt semmi. Na, basszus tényleg, Lala? Amúgy ez, 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 egy rohadt undorító dolog lenne, mert leolvadna az összes szú érted? A fagyiba, meg mindenhol. Szétfolyna gyakorlatilag a, a, a diós Azt meg nem szeretném. Meg a húsok kiolvadnának, meg, meg minden. Tudsz két nem tudsz két ugyanolyan, ugyanolyan ösvényt járni? Amúgy egy, szerintem az egyik legszebb, legszebb ilyen útvonal itt Pécs környékén, úgyhogy én nagyon imádom. Azt írják a cikkbe, hogy délután egy óra körül náluk leállt az áram és a wifi állózat, derült ki a tisztviselők és a közösségi médiát felhasználók beszámolóiból az üzemeltetők délután közepére megkezdték az ellátás helyreállítását. Leállt a forgalom Bosznia fővárosában, Szarajevóban, valamint Banya, Luka és Mostár városában a Reuters újságírói szerint. A hőmérséklet a régió egyes részein elérte a 40 Celsius fokot. Na most az is durvám, hogy, hogy a légkondicionáló meg ugye úgy működik, hogy belül ugye hideget csinál, viszont kívülre meg ontja a meleget. Tehát konkrétan küldött kifelé azt, a beleget, ami amúgy bent lenne. Hát nem feltétlenül egy környezet tudatos dolog a légkondicionáló, de attól függetlenül meg most hogy mondjam, tehát ez egy olyan dolog, hogy valahogy meg túl kell élni basszus. Tehát, hogy vagy így, vagy úgy. Laptop bírja valameddig, van mo mobilnet, udvaron meg diófalat, jó idő van. Hát jó, de hát azért az előbb-utóbb lemerül. Na mindegy. Nem, nem tudom, ezek, ezek ilyen katasztrófa helyzetek, amiket így konkrétan elképzelni is nehéz, mert az ember olyan szinten megszokta ezeket a dolgokat, így a mindennapok során, hogy, hogy na. Tehát, hogy így jön a falból a víz, jön a konnektorból az áram, és így teljes vértében hozzá vagyunk elszokva, és mindig akkor döbbenünk rá arra, hogy így, Úristen, egy pillanat alatt ki tudja húzni alulunk az élet, hogyha éppen úgy adódik, és nem számolunk azzal, hogy ezek, hogy, hogy ezek mennyire, mennyire fontosak, mennyire sok mindenhez kellnek. Tehát konkrétan, amit én csinálok, szerintem mindenhez áram kell. Mindenhez. Nincs kivétel. Olvasni, kirándulni, borzasztó a hangzik. <laughs> ja, igen. Ha vannak olyan emberek, de, ezek a, de ezek az emberek léteznek, akik szeretnek kimenni amúgy a természetbe, meg ilyen új, dolgokat megismerni, meg látni, hát most léteznek, őket is el kell fogadni, hát ez ez van. <laughs> Na, jó van. Viszont ez a, ez az egész témához hozzá ö, tartozik ö, az, hogy mi okozhatja ezt a pusztító hőséget, ugyanis ö, ezzel kapcsolatban volt egy-két érdekes híradás itt az utóbbi időben. Ö, változott az üzemanyag, ö, Jött az energiasok, nem ez az első ellentmondásos, de logikus okfejtés arról, hogy, hogy, hogy honnan jönnek ugye tulajdonképpen ezek az elképesztő hőhullámok, vagy felmelegedés, meg egyáltalán, és és különös megállapítások történtek itt ezzel a dologgal kapcsolatban. Az utóbbi ö, évek szélsőségesen meleg időjárása a légszennyezés csökkenésére irányuló szabályozás előre át nem gondolt következménye állapította meg májusban közölt kutatásában a Tian Yuang ö, Mérilendi Egyetem munkatársa. Na hát ez kimondani gyönyörű volt. Juan szerint ö, a jelenség oka, hogy a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet, és most kapaszkodj, mert egy, egy, nem gondolnád, hogy így ö, mi hatással van arra, hogy így a bolygó felmelegszik. A Nemzetközi Tengerészeti Szervezet az imo tudtán után kívül bolygóformáló tényezővé vált, ami 2020-ban bevezetett új szabályai értelmében a hajók által használt üzemanyag meg, megengedett kéntartalmát 3,5%-ról 0,5%-ra csökkentette. Tehát, hogy így konkrétan ez hozzájárul ahhoz, hogy, 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 hogy melegszik fel a bolygó. És tulajdonképpen ezek a, ezek a, hajók, amik ugye rohangálnak a tengeren, írtozatos mennyiségű cucca, amit ugye rendelsz a Temurról, meg a mindenhonnan, azokat ugye viszik, mert hajóztatják, mert ugye nyilván úgy sokkal gazdaságosabb, mint hogyha repülőn szállítanák ezeket a cuccokat. És, és és ezeknek a megnövekedett rendeléseknek köszönhetően, mert nagyrészt ugye ilyen cuccokat visznek ezek a, ezek a hajók, konkrétan jobban melegszik a bolygó. Mondjuk nem tudom, hogy mit csodálkozunk, amikor bizonyos emberek mennek a, a globális klímakonferenciára magángéppel. Tehát valójában nem kell ezen csodálkozni. Úgyhogy de érdekes. Én megmondom őszintén, nem is gondoltam volna. Az emberek három dolgot azonosítanak azzal kapcsolatban, hogy miért volt olyan riasztó mellett 2023-ban. Az első az El Niño, tudjátok, a második ugye a, a Hungatonga vulkán kitörése, és a harmadik pedig a nemzetközi hajózási szabályok. Érted? Ezek hozzátartoznak, ez egyszerűen elképesztő. Más klimaszakértők szerint pedig elképzelhető, hogy a kéndiokszid kibocsátás csökkentése hozzájárulhatott ugyan a felmelegedéshez, de ennek mértékét nem tanácsos túl becsülni. Valaki pedig ezt állítja. Hm. Nem tudom. Nem tudom, ti használtok otthon légkondit? Hadd kérdezzem meg. Az ember által szétcseszett természet és időjárás pont. Hát amúgy, amúgy igen, amúgy igen akkor kezdjünk el gumitégetni, és hideg lesz. Hát figyelj, én most tartok tőle, hogy ha otthon mindenki elkezdene gumitégetni, tehát többek között mondjuk én is így az erkélyen, akkor nem, nem gondolom, hogy, hogy, hogy ez jó hatással lenne a bolygóra. A szomszédokra meg pláne nem. És gyanítom, hogy rá sem, mert olyan, olyan, ritka büdös lenne, hogy ez valami elképesztő. Három klímánk van, de kéne még. Uh Egy-két éve szereltem be, tetőtérben megdög lesz nélküle. Hát amúgy, amúgy nem tudom, hogy hányan voltak közületek, vagy lak, laknak olyan házban, ahol tetőtérben vannak, hát figyeljetek, ez embertelen. Egyszer volt egy albérletem itt Pécsen, ami, ami úgy nézett ki, hogy egy ilyen kétszintes albérlet volt, és hárman laktunk ott, és, és a tetőtér volt ugye a fölső szint, tehát figyeljetek, embertelen volt nyáron, egyszerűen embertelen. És én ott fönt gépeztem, ráadásul még súlyosbítottam ugye a helyzetet, mert a kiáramló hő azért nem egyszerű. Na mindegy. Fölöttem parlás van, hatodik emelet erősen déli fekvés. Aha, mondjuk Pécs az már mediterrán, nem ugye? Ja, igen, igen, mindig ezt szokták mondani, hogy a mediterrán főváros. Hát mondjuk tényleg melegebb van itt. Tehát ez, ez biztos. Tehát lemegyek, érted? Szüleimhez mondjuk a Balatorra. Jó, ott mondjuk vízpart, az mindig hidegebb. Ott, ott Fú, sokkal, sokkal jobb idő van, sokkal. Érezhetően erősebb a nap, mint Észak-Magyarországom? Ja, abszolút, abszolút. Szávi, ez jó reggelt, halihú. Laktam ö Szigetelten tetőtérben évekig, tudom mi az, hogy hő és izzadás. Igen, tehát tulajdonképpen ilyen helyeken kibírni, tehát tulajdonképpen csak légkondival. Csak azzal. Viszont Pécsen jár a levegő, ez nagy előny. Szegeden kinyitod él az ablakot, és megáll a levegő. Az a legrosszabb. Az a legrosszabb, amikor tudod így ö, egész nap, is, és én is ez a típus vagyok, hogy ilyenkor, amikor meleg van, meg süt a nap, akkor lehúzom a redőnyt a francba. Alapvetően is ö, sokszor le van inkább húzva. És ö, amikor leszáll az este, vagy mondjuk végzek a streammel, vagy lemegy a nap, akkor általában kinyitom az ablakokat, és így ö, próbálom beengedni érted a jó levegőt. Ö, és annál rosszabb viszont nincsen, amikor nincsen egy kis húzat, és csak így áll az egész, és te meg próbálsz aludni, és így, ú, vasszus, iszonyat, iszonyat durva. Arról nem is beszélve, hogy tényleg megnövekszenek ö, ilyenkor hogy az egészségügyi kockázatok. Sokkal jobb lenne kicserélni az ablakot, ami az kell, hogy egy jó munkás ember végre elküldje az árajálatot. Hát de nem érnek rá turai, hát annyi melójuk van, hát dolgoznak érted, látástól vakulásig. Amúgy, amúgy tényleg. Amúgy tényleg, próbáljál meg mondjuk villanyszerelőt szerezni az elkövetkezendő egy-két napra. Lesz, lesz, bajod vele, az biztos. Na, oké, okay, haladjunk tovább, egy kicsikét meleg van az a lényeg, ennyit akartam csak mondani. Kapaszkodjatok, mert mókás hír lesz a következő. Vegánok nagyon fognak örülni. vegán szponzora miatt tiltották ki Amerika első számú hoddogevő versenyéről a műfaj ikonját, Joy Chestnutot. Én néztem már több, vagy láttam már bejátszásokat több ilyen, 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 ilyen evőversenyről, vagy inkább úgy mondom, hogy zabáló versenyről, mert tulajdonképpen ez nem normális táplálkozás, hanem, hanem zabálás. Tehát, és, és, olyan szinten guztustalan amúgy az egész, legalábbis nekem, nem, nem tudom nektek, mi a véleményetek ezekről a, ezekről a zaba versenyekről, vagy ez miért jó, vagy, 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 honnan származik ez? Tehát, hogy az, 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 rendkívül azért kemény, aki x idő alatt meg tud enni, nem tudom hány hot vagy, 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 mi lehet itt a mozgatórugó? Tehát ezt mondjuk sose értettem, mert hogy jön, mit tudom én, egy erős ember, aki fölemel mondjuk 200 kilót, és azt mondja, hogy ú, én fölemeltem 200 kilót, én rohadt erős vagyok, és és megemeltem azt a 200 kilós valamit. Ezt értem, ez tök egyszerű, ezt én fel tudom dolgozni a magam gyér és alacsony szellemi szintjén, viszont, viszont az, hogy meg tudtam menni, itt 35 hordogod, a nem érzem magam büszkének utána szerintem. Tehát, hogy vagy, 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 mi? Hát otthon Erdély keleti részén hegyekben égesül Ó, na jó, irigykedek, Fülöp Huba. Ir, irigykedek. De miért, miért akkor az kor, hogy valaki megeszik érted ennyi bittől hoddogot, vagy hamburgert, vagy akármit, nem tudom, hogy miket szoktak érted enni, de 35 csípős hoddogod? Pécsen a tetőtérbe? Hát persze lehetne még ez fokozni, hát nyilván. És akkor isszák hozzá a vizet, érted, hogy jobban csúszon, de azt is be kell osztani, hogy ne egyen belőle érted többet, hát, vagy, vagy ne igyon belőle többet, mert akkor az meg már sok lesz. És, és akkor mi mi, utána a szkor? hogy mit te belefért a gyomromba, 35 darab hordog? De utána most. Bocsánat, de megkérdezem, utána ezek az emberek nem hánynak? Csak kérdezem, há, hánynak? Hogy hogy van ez? Én nem tudom. Én azban láttam, hogy hány kiló plusz szedtek fel a verseny után, és azután kapták a díjazást. Jézusom. Én fogyózok rendesen, meg szeretném tartani ö, is elég jól megy, már túl vagyok a 31 kg én, né, én néha elborzadok ö, azon régen, mennyit tudtam enni, és most mennyit eszek. Jó, hát persze, hát, hogyha az embernek vannak ilyen jellegű céljai, akkor az egy dicséretes dolog, hogyha ezt így sikerül kivitelezni. Persze. Vigcsi, jó reggelt neked is. Hello. eszembe, a tévében mutatott val valami 60 kg-os csajt, elhúzta a kamiont, meg 220 kg-mal Hát szakadtam meg, ahogy néz. Hát amúgy, amúgy Jézusom, nagyon sokáig elvihető, amúgy ö, ö, relatíve alacsonynak számító ö, súlyjal is amúgy ez az egész. Mármint, hogy a, a, az ilyen nehéz tárgyaknak a mozgatása meg egyáltalán, de azért a, a, az emberi testnek is nyilván ugye vannak határai. <coughs> Ó, hát arro, arról, nem is beszélve. Arról, abszolút -e, igazat mondasz, Jézévé. Abszolút. Nem tudom, tehát nem lehet ebbe belehalni, hogy mit a halálba, mit ette magát izé hoddogokkal, meg egyáltalán. Na mindegy. Szóval cikre térjünk egy kicsikét vissza. A talán legismertebb hotdog evő sztár, Joy Chess, hát a médiából értesült arról, hogy 19 év után, tehát ő ezt 19 évet tolja ezt a bókát, 19 év után először nem vehet részt az Egyesült Államok első számú hoddogevő versenyén, miután leszerződött egy vegán hoddogokat is gyártó céggel, a műhús burgereiről elhíresült Impossible Food-szal. Édes Istenem! Döbbenten értesültünk arról, hogy Joey Chestnut egy növényi alapú hoddogokat forgalmazó rivális márka képviseletét választotta, ahelyett, hogy részt venne a 2024-es Nathan Famous 4th uh, of July Hot Dog Eating Contesten. Ha van egy neve. Közölte kedden a kajaversenyek kaja lebonyolítása egy felelős uh, Major League uh, Eating. Major League Eating. A szervezet jelezte, hogy Csesznát még mindig részt vett a hagyományosan minden év július 4 én megrendezett versenyen, de csak akkor, ha lemond az Impossible Foods szponzorációjáról a vegán hoddog az, 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 nem jó. -már, <laughs> Már, úgy értve, hogy, hogy annyira nem, nem, nem jön be, vagy, vagy, vagy nem, nem, fogadják el. A vegán hoddog az, 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 nem hoddog? vagy hogy kell ezt elképzelni? A tévében is közvetített versenyen, versenyt korábban 16 alkalommal megnyerő Joey Chestnut tartja a Hoddogevés evés világrekordját, miután 2021-es versenyen 10 perc alatt, figyelj, 10 perc alatt 76 76 egész hoddogot tömött magába. Emellett számos más étkezési rekordot magáinak tudhat a 40 éves sztár. És szerintem így ránézésre lehet körülbelül a 80 kiló emberünk amúgy. Körülbelül 80 kiló, mutatom a képet, mert mutatom a képet, itt van, itt van, gyönyörűen eszik amúgy. Fal. Miért tiltják ki a vegán hoddogokat a hordogevő versenyről? Tehát ez nem ugyanaz, vagy, vagy hát nyilván nem ugyanaz, mert más az összetétele, de. De, de csak. Itt csak arról volt szó, hogy a szponzoráció. Tehát, hogy a szponzorációs szitu miatt. Tehát, hogy attól még lehet, hogy ő másikat teszik, nem? Pepsi szervez egy kólaivó versenyt, és Coca-Cola szponzorált fickót nem, enge nem engedik ez olyan. Aha. Na jó, de hát akkor most hogy mondjam? Tehát, hogy attól még, hogy van neki egy ilyen, egy ilyen szponzorációs díle, attól még nem vehet részt rajta. Van Amerikában egy Heart Attack Grill nevű hely, ahol 160 kiló fölött vagy, akkor ingyen ehetsz, természetesen van ilyen evős kihívásuk is. Hát ez érdekes, Laci. Hát vannak, vannak, ilyen meglehetősen fura, hogy mondjam, ilyen kedvezmények. Azt mondja, csak hogy tisztázunk, nincs szerződésem az mli vagy nathan és azért igyekszek megváltoztatni az eddigi szabályokat, hogy megmondják, milyen más partnerekkel dolgozhatok együtt. Nem érzi, a, mondta ugye hősünk, és nem érzi Ráadásul igazságtalannak érzi ugye ezt a kitiltást. Hát fura, nem, nem tudom, szerintem olyan rémgusztustalanok ezek a hotdog evőversenyek, meg, meg ezek az evőversenyek. Nem, én nem értem, hogy ezt miért csinálják emberek. Biztos, hogy ez, 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 ez egy szkór nekik, meg, meg egyáltalán, de hát olyan sok hülyeséget csinálnak az emberek, hát Jézusom, na mindegy. Ilyen rövid híreim vannak amúgy az elejére. Tubusból lehető kávé lehet az év nagy újítása. Ez a következő. Hát most figyeljetek, nem, akarom, nem, én nem, is akarom megmutatni. Tubusból ehető kávé. Tehát magyarul nem kell megfőzni, így belenyomod, elkevered vízzel, jó napot kívánok. Na Most, mivel kávéról van szó, és próbálnak valamiféle fajta kávé hatást kölcsönözni a dolognak, ezért így van, mint a mustárt így kinyomod. Kinyomod bele a kis csészédbe, vizet adsz hozzá, elkevered, az kávé. Na most, mivel barna színe van ennek a dolognak, ahogy nyomod ki a, a, a tubusból, hát. Hát most na, nem akarom nagyon firtatni, de így körülbelül el tudjátok képzelni. Tehát értitek, hogy mire gondolok? Szerintem. Szerintem értitek, hogy mire gondolok? Rémesen gusztustalan. Tehát egyszerűen, ö... na, hogy mondjam? Jó, <laughs> Jó reggelt, Tamara, szia! Ez ugye, tubusból lehető kávé az év nagyújítása. Há mondjuk, akik mondjuk túráznak, azoknak tök jó lehet, csak, csak most, na, hogy mondjam, lehet, hogy meg tudok mutatni nektek egy képet, ami még kevésbé, kevésbé problémás, de ezt azért így nézzétek meg, és hát nézzétek meg, ami azon a kanálon van. Tehát, ez, fú, várjál. M meg is mutatom nektek, figyelj. <kül> mert egy kicsit rá is nagyítok. Úgy. Jó, de de, de évesen Na, szóval így képzeljétek el a történetet. Tehát ez a tubusból kinyomható kávé. Istenem. Miért, Miért kell ez? Tehát figyelj, hogyha csak ez lenne a lehetőség arra, hogy én kávét tudjak, kávét tudjak fogyasztani, én szerintem nagyon-nagyon gyorsan leszoknék a kávéról. Én nekem ez úgy érzem, hogy nem kell. Tehát körülbelül úgy érezném magam, hogy kinyomom ezt az akármit, és akkor egyszer csak ott, ott táncol, érted, Kula bácsi a, a, a kis evőkanalamon. Hát szóval nem, 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 nem. nem. Mint valami cipőkrém. Amúgy hát nagyon-nagyon enyhe hasonlat ez villa, de hogy rémesen borzasztó, az, az, az látszik. Fú, te bánat. És akkor, és akkor emberek ezt elfogyasztják jó ízűen, és elkeverik, és na jó, ezt én nem is mutatom tovább szörnyű. De én nem ennék ilyet, na mindegy kávézás reformját, mondják a szakértők, hozhatja el a túrázók számára egy svájci startup terméke, amihez víz sem kell. Micsoda, még víz sem kell? Hát akkor hogy lesz ebből kávé? Még víz sem kell, azonnal használható, mégis a kávé élményét ígéri. De hogy lesz abból, szeretném megkérdezni, abból a, abból a, abból a matériából, hívjuk így, abból a matériából, hogy lesz kávé? Tehát mi, hogy, hogy lesz az folyékony, vagy az enni kell, vagy hogy hogy hogy, hogy értelmezzük ezt? Ma már ezennyi módon csillapíthatjuk koffeinészségünket, és túrázás, kirándulás során sem kell lemondanunk akár a minőségi kávéról sem. Vannak útrakönyű őrlők, zsebben elférő kávéfőzők, amelyek akár valódi eszpresszót is képesek kipréselni magukból. A No Normal nevű cég által piacra dobott termék viszont ennél is tovább lépett. Az instant porokon túlmutató egyszerűségű kávéjuk egyszerre ígér valódi ízt, és tényleg azonnali használhatóságot jaj, milyen kedvesen fogalmaztak, de milyen kedvesen fogalmaztak. Ránézésre cipőpaszta is lehetne a svájci startup kávéja, hiszen alumínium tubusból kell kinyomni, a 100 g-os adag a klasszikus 20. századi tubuskrémek világát idézi fel, a cég leírása szerint elég két táskanányit elkeverni egy pohár vízben, és már is élvezhetjük. Na azért mondom, hát akkor mégis el kell keverni akkor most el kell keverni vízben, vagy nem kell elkeverni? Döntsük már el. Az elején az volt, hogy még víz se kell hozzá. Hát akkor mi, mi csak akkor egyed? Nyomod ki, mint a, a sűrített tejet? Hú, gyerekkoromban azt mennyit ettem. Az jó volt. Hát na ezt, mond, ezt nem értem én is. Az elején azt írják, hogy nem is kell víz. Aztán most meg kiderül, hogy mégis kell víz. Na, de jó pofa. Szóval, és már is élvezhetjük a finom feketét. Egy ilyen tubusból 15-25 adag készíthető a felhasználó kávé éjségétől függően. Ha nincs víz, az sem probléma. Az igazi az, a túrázók, hogy ez még egyem is, nagyon jó. Sivatagban ivóvizet beosztók, akár egy darab kenyérrel vagy banánnal is bekaphatják a koffein adagjukat. Legalábbis a nónorma no ezeket ajánlja vívőanyagként. Aha, tehát akkor itt megfejtettük, arról van szó, hogy valaki elkeveri vízbe, de nem muszáj, rákened egy darab kenyérre, és rendbe vagy. Hát gyönyörű. Gyerekek, <laughs> bocsánat. Na. Szóval <laughs> ennyi. Ennyi a szituáció, és és eheted ezt a rettenetet. A keverékben már gyárilag van némi cukor, így az édesítéssel nem kell vesződni, és szükség is van némi adalékra, mert az első íz sötét pörkölésű 100%-os arábika kávéból készül, ami naturban talán túl ütős lenne az átlagos kávévónak. A nó no normál szerint erős, gazdag ízében csokoládé, karamell és némi mogyoró jelenik meg. Egy adag 6200 forintnak megfelelő összegbe kerül a webshopban, ami 25 pohárral számolva 248 forint adagonként. Végül is, végül is, hát lehet ezt olcsóbban kihozni, attól függetlenül meg, hogyha most tényleg arra van szükséged, hogy így hirtelen innál egy kávé, de nincsen sehol semmi, és nagyon-nagyon rá vagy pörögve a dologra, hát akkor, akkor lehet, hogy lehet alkalmazni. Hát tulajdonképpen végül is, hogyha jó minőségű kávéból van, akkor pedig nem is biztos, hogy olyan, ö, olyan drága lenne. Tehát ez a 248 forint ez az, az ö, egyáltalán nem. Ezzel olcsóbb, mint a legtöbb Isten háta mögötti búfelejtő által kínált híglögy. De Magyarországra a szállítás még plusz 4000 forint, amit akkor tudunk kiváltani, ha legalább három tubust rendelünk. Egy kíváncsi túrázó társaságnak érdekes kísérlet lehet ez a kávépaszta, amely Európában a legrangosabb sportkiállít társán ispodíjat is nyert, vagy ispodíjat. A furadókat találnak ki az emberek. És nincs odaírva a cikkbe, hogy ezt a kávét valaki már megemésztette két kép alapján úgy néz. Hát trigger, pont ezzel kezdtük, hogy, hogy valami rettenetes, ahogy kinéz szerencsétlen. Tehát, hogy nem tudom, és, és, nem tudom, hogy mi lett volna itt a normális szín. Tehát, hogy ha fehér, akkor úgy érzed, hogy fokrémet eszel. Hogyha fekete, akkor úgy érzed, hogy cipőpasztát teszel. Ha meg ilyen barna, hát akkor meg hadd ne mondjam. Szóval, hogy így. Én szerintem itt nincsen jó megoldás. Tehát itt a legjobb megoldást választották valójában, ez a barna, de hát ez se, ez se egy jó megoldás a sokrész közül. Ez... Attól függetlenül mókás a dolog. <tosz> Valamúgy fekete, szenes fókrém, iszonyat bizarr az egész. Tudom, 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 és volt hozzá szerencsém nekem is. Hát, gyerekek, én nem tudom, nagyon úgy éreztem tényleg, mint hogy egy cipőpasztával mostan volna fogad, tehát nem nagyon értettem a dolgot. Fura, fura. Küldtetek egy érdekes cikket, ez lesz a következő. Nem, nem veheti át lottó nyereményét egy kanadai férfi, mert elfelejtette, hol vette a szelvényt. Édes Na, hogyha vannak tragédiák az életben, ha vannak tragédiák az életben, akkor ez az. Nem tudom, szoktatok lottózni? Lottoztok egyáltalán, vagy lottoztatok bármikor? Vagy vagy. mi a véleményetek a lottóról? Én, én annyira nem szoktam. Életemben szerintem kb. 5 lottót adtam fel. Azt se tudom, hogy miért. Valamelyiket el is felejtettem megnézni, hogy egyáltalán nyertem-e. Lehet, hogy nyertem, de nem tudom. Ázsiában divat, való fogfeketítés, élnek a rohadt... Fog... Hú, á, de ezt, ezt, ezt inkább hagyjuk ebben, ne is menjünk bele. Ö, igen, 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 úgy is szokták mondani Phantom Zsot, hogy a hülyék adója, de ö, attól függetlenül meg most nincsen benne semmi rossz. Tehát ö, aki, aki érted, megvesz egy lótót, és akkor kicsikét izgul minden héte, hogy hát, ha kihúzzák a szelvényt. Na most gondolj bele... Gondolj bele, amikor egy ilyen szituáció van, hogy nem veheti át érted a nyereményt, ez a karadai férfi, mert nem, nem tudja, hogy hol vette a szelvényt. Ez mennyire trémár. De hogy, hogy lehet nem tudni, hogy hol vetted a lottót? De most komolyan? Hogy lehet nem tudni? A lottó nyeremény hatalmas öröm, akkor is, ha ö, nem éppen az egész életet megváltoztató összegről van szó, annál nagyobb a bosszúság azonban, ha az ember nem juthat hozzá a nyereményéhez. Az Ontario Markhamben élő uh, Rirong Zoo még 2023-ban, áprilisban vett egy Lotus szelvényt és nagyon örült, amikor kiderült, hogy nyert. Még akkor is, ha nem akart, uh, ha nem akkora összeget, ami az egész életét megváltoztatta volna, csak 1186 kanadai dollárt, kb. 318 ezer forintot. A problémái akkor kezdődtek, amikor megpróbálta felvenni a nyereményt, írja a City News uh, Toronto című kanadai hírportál. Zó azt mondja, hogy hónapokkal a sorsolás után 2023. októberében akadt a kezébe a nyertes lottószelvény, akkor tudta meg, hogy nyert. Csak hogy arról már fogalmasan volt, hogy hol vette a szelvényt. A férfi azt mondta, többször írt e-mailt a játékszervező Ontario Lottery and Gaming Corporationnek, és nem egyszer telefonon is egyeztetett a céggel, ám a nyereményéhez azóta sem jut hozzá. Zú egyik barátja, Rána Csin, aki úgy döntött a végsőkig harcol barátja igazáért, azt mondta, az a probléma, hogy az OLG mindig kérdéseket tesz fel a nyertes kapcsolatban, többek között az, hogy hol vásárolták. Zú pedig ezt képtelen felidézni. De ezt hogy nem lehet tudni? Nem kellene részegellót tózni? De, de, de most kö, őszintén, tehát Neked nincsen jogod részegen lottózni? Dehogy nincsen. De be vagy állva, érted, mind a gerej, akkor is van jogod lottózni. Megvásárolod a szelvényt, kitöltöd, feladod, jó napot kívánok. Hát miért kell? Miért kell szerencsétlen embert, érted, megfurcolni? Nem akarják kifizetni neki ezt az összeget? Vagy valami család gyanítanak a dolog mögött? Azt írják, hogy az OLG közölte, hogy a cég mindent megtesz azért, hogy ezer dollár fölötti összeget csak a jogos nyertesek kaphassanak kézhez. ezért ellenőrzik szigorúan, hogy a nyertes szelvény valódi tulajdonosa jelentkezik -e a nyereményért. Aha, tehát ez van a dolog mögött, hogy, hogy vannak gondolom ilyen biztonsági léjerek, amiken keresztül kell menni, és akkor tudod mind, amikor telefonon próbálnak megazonosítani ugye, a, a, a különböző szolgáltatók, és akkor be kell diktálnod egy csomó mindent, hogy tudják, hogy te vagy az pontosan. Körülbelül, körülbelül ilyesmi lehet a dolog. Ha nem hiszik, hogy ő vette, uh, tuti van kamera Rendben, de ezt hol kell keresni? Érted? Tehát, hogy így kikérhetette a kamera felvételeket, csak hogy így honnan? A világ összes pontjáról, ahol éppen, ahol ő tartózkodott abban az időszakban? Vagy, vagy, vagy hol? <kül> Rájszlin, szervusz, jó reggel. A lottózó kikérhetni inkább az a baj, ö, azt nem őrzik meg ö, fél évig. A lottózó tudja, hogy hol lett feladva. Hát amúgy amúgy, amúgy ebben szerintem van valami, tehát hogyha figye mindent nyilván tartanak. Tehát ez, ez, ez tuti fix. Tehát onnantól kezdve, hogy egy ilyen szelvényt feladtak, biztos vagyok benne, hogy, hogy ö, történt valami ö, felvétel, vagy van valami mentés azzal kapcsolatban, hogy hogy hol milyen számokat adtak le. Tehát ez, ez tuti fix. Akkor mit tudom én, érted, soroljanak föl neki mondjuk nyolc darab olyan helyet, ahol valószínűleg vette a szelvényt. Érted? És hogyha nyolc, helyből pontosan rávágja, hogy ott volt, hát azért csak tudja, hogy mit a nyolc hely közül az egyike járt, vagy nem járt. ez olyan ez kicsit olyan, olyan, olyan kekeckedős ez a történet, talán. Miután a CTV News megkereste a játékszervezőt, az OLG közölte, még egyszer megvizsgálják az új ügyét, és arra jutottak, hogy kifizethetik neki a nyereményét, a csekket hamarosan postázzák a férfi címére. Tehát megoldódott a problémája, de hát azért miért? ez egy hülyeség. Szerencsétlen. És gondolj, gondolj beleértve, nyersz egy ekkora összeget, és akkor így nem akarják kifizetni neked, mert fogalmad nincsen érted, hogy merre jártál. Tehát, köszi. Amúgy, amúgy, igen. Amúgy igen. Abszolút. Hát mindent le lehet követni. Pont most volt egy cikk amúgy ezzel kapcsolatban, hogy, 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 okos telefonon keresztül érted, monitorozzák azt, hogy, hogy emberek például hogyan vezetnek. És a biztosító társaságok ennek megfelelően kalkulálják ki a, a havi összeget érted, hogy mennyit kell emberünknek fizetni. Tehát ezzel kapcsolatban így van pontosan a kvilla. És nem feltétlenül itt Magyarországon, de, de, de volt ilyen. Ezzel kapcsolatban is küldtetek cikket. Tehát tulajdonképpen így szól a cikk, hogy titokban pontozzák az autósokat az okostelefonok. Nem csak áldás, hanem átok is lehet a járművezetők számára az okostelefon. A tengeren túlom már biztosítási díjakat is befolyásolja a modern technológia. Életük számos területén könnyíti meg ugye okos okostelefonok jelenléte a mindennapjainkat, azonban ennek ára van, mégpedig az, hogy a készülék is, készülékek is többet tudnak rólunk, akár tudtunk nélkül. Napjainkban annyira fejlett a technológia, hogy az Egyesült Államokban már arra is képes, hogy az alapján pontozza a sofőröket, mennyire jók vagy rosszak az utakon. Tehát magyarul értsük, értsük jól a dolgot, te. A, van egy 50-es tábla, és te ott keresztül rongyolsz érted 90-nel, mert mondjuk az a helyzet, és akkor ennek köszönhetően növekszik ért az a biztosítási díj, amit, amit neked ki kell csengetni. Na most én nem tudom, hogy ti ezzel például egyetértetek? Biztos, hogy ott vannak a felhasználói feltételek között, ugye, hogy milyen adatot gyűjthet, és biztos vagyok benne, hogy emberünk ezt el is fogadta. Tehát tutti fix, tutti fix, hogy, hogy erre azért figyelnek, és nyilván nyilván 20 millióan értett perelnék be őket, amennyiben ez nem lett volna valamilyen módon a felhasználó tudtára adva. Tehát biztos, hogy valami ilyesmi történt. Azt mondja, hogy ne, ne, nem értünk vele egyet. A pofátlanságnak jó lenne, ha lenne valami határa. <laughs> jó, de figyelj, te biztos vagyok benne, hogy hogy elfogadta a felhasználói feltételeket. Tehát tuti fix. Mert azt, azt, azt olyat nem csinálhatnak, hogy anélkül mérik ezeket az adatokat, meg anélkül továbbítják nekik ezeket az adatokat, hogy ezt az illető nem fogadta el. Tehát olyat nem lehet. Én egyszer nem tím, nem, tím, nem, tím, nem, tím, nem tím. Nincs pénz a kasszában. I ilyenne nem akarták kifizetni a tipmixedet? Ja, hát, jaja, jaja. Jó, mondjuk neki, ne, ő se őrült valószínűleg, Dini. Valószínűleg ő, ő se őrült neki, de hát legalább ki lett fizetve, hála az égnek. Na, szóval nekem nincs bajom ezzel, valaki megérdemli, miért sajnáljam. Szevasz van, jó reggel! Hello, hello! Na, szóval szerintetek rendben van az, hogy így mobiltelefont használnak a biztosító társaságok arra, vagy a mobiltelefonod által gyűjtött adatokat használják arra, hogy te milyen díjat fizessél, mert ugye ennek megfelelően mérik azt, hogy hol, hogyan és milyen módon közlekedsz. Tehát, hogyha mondjuk érted, valaki 220-szal rongyol a, 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 százas megengedetnél, akkor, akkor úgy gondolom, hogy sokkal nagyobb kockázatnak teszi ki magát, és a, az utazó közönséget is. És tuti fix, hogy, hogy elfogadta a felhasználói feltételeket. biztos vagyok benne. De nem kérdés. Amerikában is úgy van, hogy ez mártra több az adom, és 5 literes sportautóra, mert a nénike több, nénikek, többet karamboloznak vele, és ö, kevésbe, kevésbé számít biztonságosnak, nem köpcenti vagy kilowatt per alapján. Aha. Hát ja, oké, csak mi van akkor, hogyha más megy? Más megy az a Kolibri King. Köszönöm szépen nagyon a harmadik hónapot. Köszi, köszi. Jó reggelt neked is. Nem tudom, én, 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 azt gondolom erről, hogy, hogy vezessen mindenki normálisan a szabályokat betartva, és hogyha ez így van, akkor szuper. De, de az, hogyha, hogyha megy, megy valaki, mint az állat, meg, meg veszélyesen közlekedik, akkor, 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 nem probléma az, hogy több a biztosítási díj. Szerintem nem. Tehát akkor, akkor, akkor szerintem meg is érdemli. Hát hogyne? Nincs rendben, hogy az EU-féle idéntől kötelezően beépítendő fekete doboz sincs az új autókban. Jött, jött amúgy ezzel kapcsolatban is amúgy egy cikk, hogy hogy a, az autókban innentől kezdve lenni kell majd, tehát minden újonnan gyártott autó esetében kell, hogy legyen valamiféle fajta fedélzeti kamera. Tehát ami, ami eseményrögzítő, kamera, ami, ami, nyilván ugye azokat a szituációkat rögzíti, amikor te valami mit, balesetet szenvedsz, nagy Isten, vagy, vagy, valami húzós helyzet van, vagy, vagy hasonló. Amúgy ezek tök jól, tud, ö, jól tudnak ám jönni. Tehát hányszor izé megy érted a, a, a szakértő a helyszíne távolságból meg, meg gumi ö, abroncs nyomból számolja érted, hogy, ö, hogy hogyan és miként történt mondjuk a karamból. Nekem volt egy nagyon-nagyon jó, nagyon-nagyon roko, közeli rokonom, aki sajnos már nem él, de ő baleseti szakértőként dolgozott, és voltak nagyon-nagyon durva dolgok, tehát volt olyan, hogy elrepült agyvelőből számolta azt, hogy körülbelül mennyivel mehetett amúgy az autó. Ezek azért ugye eléggé durva, durva szituációk voltak, de neki ez, volt a feladata, és, és ezt, ezt, nyomta. Remélem, a régi suzuki lesz alkatrész, amíg el nem földelnek. Biztos, hogy meg fogják oldani? Tuti, ne aggódjál. Ha más nem érted, a Temurról rendelsz valamit. Hát azért, mert ez már átmenne egy határon, szerintem elég gyakran ö, megyek motorral 250-250 fölött, ö, de hogy még ezt is ö, mérjék telefonon keresztül, az már pofátlanság lenne. Aha. Hát figyelj, na most... Én nem tudom, hogy, hogy tehát hol lehet hol lehet menni motorral Magyarországon 250-250 fölött? Tehát, hogy lehet menni? Csak kérdezem. Én nem, nem tudom, mert nem motorozok. Fogalmam nincsen. Lehet menni valahol 250-nel motorral? Lehetni lehet, csak nem szabad. Hát akkor tulajdonképpen most, most nem azért, én nem akarok a, a, motorosokba félrejtés és ne essék trigger, de hát hogyha, hogyha 250-nel mész, akkor az basszus szabálytalan. Tehát, hogy így... Akkor miért? Tehát figyelj, és biztos vagyok benne, hogy baromi jó dolog a motorozás. Tehát, hogy, hogy félre ér engem. Én, Hát nem mondom azt, hogy mennék, mert én azt a biztos, hogy nem. De hogy, de hogy, hogy azt tök leveg, tudom érteni, ha valakinek ez a, ez a hobbija is szereti, és vállalja az ezzel kapcsolatos kockázatot, és a forgalomban lévő ö, utakon a többieknek is muszáj. Mert lehet amúgy ö, lassabb sebességgel motorozni, tehát hogy azzal, ö, a, azzal, nincsen semmi probléma. Meg, meg, meg menjetek motorral, tök jó dolog az, betartva szabályokat. A 250 en nem motorozzá basszus. Tehát, hogy Jézusom. Sok biztosító sem vállalja az extrém sportolók biztosítását, nem? Ez kb. olyan eset. Persze, mert, mert a biztosítás is valójában érted egy befektetés. Tehát, hogy, hogy ki fogják számolni neked pontról pontra, mint, mint a harcosok klubjába, tudod, a, a, az Edward Norton. Ott, ott leírta. Vagy, vagy, hát elmondta gyönyörű szépen, hogy abban az esetben, amikor az nem éri meg, de emberéletek forognak kockán, de nem éri meg, hát akkor nem intézkedünk. Ez van. <laughs> Teljesen izégáz amúgy. Ö, attól függetlenül tényleg kiszámolják gyönyörűen, hogy az, a, hogy az, a, biztosítási összeg, amit te havi szinten érted beperkáz, az, az megéri -e nekik. Na most nekik minden adat iszonyatosan fontos. Tehát, hogyha van például olyan lehetőségük arra, hogy, hogy ö, megnézzék azt, hogy te mennyire szoktál mondjuk száguldozni a motoroddal, vagy a, vagy a, a személygépjárműveddel, akkor, akkor, ö, akkor, nyilván élni fognak a lehetőséggel, amennyiben te erre ö, lehetőséget biztosítasz. És, és, tuti, hogy valahol a 820 millió felhasználói feltételben, amit így leszokták görgetni mind az állat, érted? Ott, ott nyomta rá az okét az emberünk. Ez tuti fix. Dini, hol? Teszem fel a kérdést, nyomon követ GPS által, látják, hogy gyorsan megyek-e, vagy szabályosan, ezzel is számítást végeznek, az alapján lövik be az én Oké, okay. de ha például rendőr vagyok, tűzoltómentős, és mondjuk ö, nyomni kell, akkor én, a kockáza, ö, én kockázatot jelentek, ezért többet kell fizessek. Nézd, nem tudom, fogalmam nincsen. fogalmam nincsen. Biztos vagyok benne, hogy erre ki van valami találva. Tehát ez, ez tuti fix. Na, de nézzük meg, hogy, hogy tulajdonképpen ez pontosan mi is. Az okostelefonok érzékelőinek segítségével az Eriti alkalmazása arról gyűjt adatokat, hogy a sofőr milyen gyorsan vezet, milyen erősen fékez és gyorsít továbbá, mennyit használja a mobiltelefonját vezetés közben. Az Eriti alap, alapítója az Allstate ö, értékeli ki az információkat, amikre utána előszeretettel támaszkodnak egyes biztosítók. Például a Geszbádi Life ö, ö, 360, a MyRadar Stb. Ami a biztosítási díjakban köszön vissza. Jobb esetben kedvezmény formájában, azonban az ellenkező eset aggályokat vet fel. Írja a cikk. Meglepődött egy Rob nevű férfi is, amikor a Toyota biztosítója arról küldött neki e-mailt, hogy jó hírünk van, biztonságos sofőrként azonosították önt. Először értetlenül állt a kialakult helyzet előtt, majd rájött, hogy a Toyota lány cége, a Connected Analytics Services végig azt figyelte, hogyan vezet az adatokat egy részletes Excel-fájba gyűjtötte össze a rendszer, részletezve milyen messzire ment, hányszor kapcsolta be a biztonsági rendszereket, hányszor lépett a gáz és a fékpedára, és hány alkalommal ment gyorsabban 85 mérföld per óránál, azaz 136,8 km per óránál. Úgy előzhetik meg a burkolt kémkedést az autósok, ha az autó info tément tém rendszerében és az okostelefonján is ellenőrzik, mely alkalmazások férhetnek hozzá az érzékelőkhöz és a GPS adatokhoz. Számos esetben be lehet jelölni azt az opciót is, ami nem engedi meg az applikációnak, hogy adatokat kiadják, harmadik félnek. No, tehát én azt a következtetést vonom le, hogy itt valójában arról van szó, hogy a, a, a fedélzeti ö, számítógépe gyakorlatilag a, az autónak, az kapcsolódik a te mobiltelefonodhoz. Valamilyen módon és az abban lévő GPS adatok és a többi és a többi és a többi az uh, arról adatot gyűjt. Na most érted hogyha beszállsz egy uh, amit az előbb kérdeztél uh, Dini uh, beszállsz mondjuk egy, um, egy, egy egy olyan autóba ami egy rendőrségi autó és neked menned kell mind a gép mert éppen üldözöl valakit vagy mit tudom én tegyük fel mondjuk ez a hobbit, akkor, akkor tulajdonképpen nem valószínű, hogy ezek a mérések meg fognak történni. Érted? De, 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 tudod, amikor mondjuk beszállsz ebbe az autóba, amit az előbb említettünk, ebbe a, azt hiszem Toyota volt, vagy bicsoda, és, és csatlakoztatod, érted mondjuk a telefonodat a fedélzeti kompjúterhez, akkor nagy valószínűséggel abban a pillanatban fel fogja dobni neked azt a felhasználói szabályzatot, meg felhasználói feltételeket, ami, ami szükségeltetik ahhoz érted, hogy, ez, hogy tudja csatlakoztatni a telefonot. Valószínűleg ott emberünk ezt elfogadta. Szinte majdnem, hogy biztos. Különben nem gyűjtenének adatot, ez száz százalék. Tehát azért egy Toyota szintű cég biztos vagyok benne, hogy, 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 hogy ilyesmire azért figyel. Hmm, látom, írtátok, hogy ez Orwelli állapotok állnak fenn, írja Ektomatik, de, de, de azért szerintem, szerintem azért nem olyan retteltesen vészes ám itt azért a helyzet, tehát nem feltétlenül arra megy ki a játék, hogy te itt izé, hogy mondjam, tehát, hogy, hogy, olyan körülmények közé legyél szorítva, mint abban az ominózus filmben, illetve könyvben. Viszont viszont az biztos, hogy hogy, hogy nyilván készül, készül az emberről rengeteg adat. Vagy így vagy úgy most vagy a vezetésének köszönhetően, vagy, a, vagy az internetes tevékenységének köszönhetően, tehát azért ezek monitorozva vannak. Emlékeztek beszéltünk amúgy a, a, az úgymond megfigyelési kapitalizmusról, vagy hogy a francba lehetne for, fordítani, amikor a különböző social media platformok feltérképezik azt, hogy te hogyan használod őket, meg miket nézegetsz meg 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 tehát, hogy milyen viselkedésed van tulajdonképpen a, 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 az online térben, azért, hogy meg tudják határozni azt, hogy most neked, ö, ö, mit tudom én, mit kontrollerrel kapcsolatos ö, cikkeket dobjon, vagy vagy mihez hirdetéseket dobjon fel, PC játékokkal kapcsolatos hirdetéseket dobjon fel, vagy éppen mit tudom én, túraeszközöket ö, keresel éppen magadnak, és akkor hogy-hogy nem lesz ott egy, -egy ö, ilyen jellegű hirdetés. Hm? Ilyen kár, hogy 2021-es Swift ilyet nem tud, a legnagyobb szégye, hogy ezt mindenki önként csinálja, csak gondold végig, dalolva asszisztálsz a saját elnyomásod kiépítéséhez. De, de, de figyelj, Turai, ez, ez, nagyon sokan így látják ezt a dolgot, mint, mint ahogy te mondod. Én például tökre nem érzem magam elnyomva, hogy kellene, kellene elnyomva éreznem magamat. Tehát, hogy engem, engem senki engem senki nem bánt. Én, én, én dalolva és nyugodtan osztom meg a, a, az ilyen jellegű adataimat, és, és őszintén szóval nem annyira zavar. A tudatodat már kiárusították. Nézd, a reklámokkal, a reklámokkal kapcsolatban vagyok amúgy problémába. Tehát ezzel az egész dologgal, mert, mert az, viszont, az viszont, azt viszont problémásnak tartom, hogy a reklámok olyan indokolatlan helyeken, meg olyan módon jelennek meg, amit nagyon-nagyon amit nem szeretek. Tehát ott voltak például a gyerekmesék közé beágyazott politikai hirdetések, vagy például a, a mit tudom én, a különböző bankoknak a reklámjai gyermekmesék közbe. Tehát, hogy érted, fölnő ez a, ez a gyerkőc, és akkor egy idő után konkrétan, hogy is mondjam, már, már predestinálva van arra, hogy hol fog bankolni, kire fog szavazni, meg, de ez, érted? Ez, 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 a legfőbb problémám ezzel a dologgal, hogy, 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 hogy a reklámok vannak olyan, olyan helyeken elhelyezve, ami, ami, nem gondolom, hogy indokolt, és, és nem, nem, nem a legjobb szituáció. Tehát ez, 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 a baj. Ez a baj szerintem ezzel az egésszel. Édes Istenem. Ugye maga a cikk ugyanaz, mikor megjelennek az országban a, a védes, mindenki panaszkodott, hogy jönnek a büntik, Istenem vezesz szabályosan maga, Megfigyelés, amire ez alapul, az viszont már egy más téma, aminek hatása határa csillagos ég. Aha. Nézd, nem tudom, nem tudom. Nem tudom, de várom, hogy Tura írjon erre valamit, amit itt az imént mondtam. Legdurvább élményen reklámokkal kapcsolatban, hogy egy asztal társaságban beszélgettünk a medencékről, és öt embernél, akinek voltak aktív mobilnet, a Facebook reklámokat persze, persze! Jó, de hát ez, 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 is, ez is egy olyan dolog, hogy itt is elfogadtad a felhasználói feltételeket. Én azt például nem nagyon érzem problémának, hogy ilyenkor ö, ilyenkor nekem ilyen reklámokat dob fel. Persze, én is tapasztaltam már ezt, nyilván ezt tudjuk, hogy hogyan működik. Az a baj, hogy a magánszférád és a személy szabadságot pici lépésenként tüntetik el, mert akkor nem veszed észre. Igen, ezt ismerjük, amikor ugye a a, 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 békát melegítik ugye alulról, és egyre forróbb és forróbb lesz a dolog, és nem mászik ki, hogyha csak finoman emelkedik a hőmérséklet. Persze ezt, ezt tehát ha úgy vesszük, akkor igen, a, a náci Németország is apró lépésekben jött létre, annak idején. Mm, ez embereknek nem jó? Ebből előny csak nyomukban származik? Jó, de de, de, de figyelj, ez, ez szerintem egy olyan szituáció, amiből nem feltétlenül lehet ö, úgy kilépni, hogy a megszokott kényelmedet feladod. De ö, attól függetlenül persze ez is. Ö, <hül> Na, hogy is mondjam? Tehát valaki, valaki, valaki a kényelmét beáldozza, valaki meg nem áldozza be a kényelmét, és uh, igazából végső soron uh, ez, a, e, ez a végső kérdés ennek a dolognak. És uh, ja. Én szoktam szabálytalankodni alacsony forgalomban. Üres utakon gyorshajtani, autópályán lehet észre szabálytalankodni, nem fognak becsicsikítani. Nem tudom, én, én egy szabálykövető figura vagyok amúgy, ö, ektomatik. Én, 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 én ezzel se értek egyet. Te dolgod, meg, meg meg csináld úgy, ahogy szeretnéd, tehát és ne essék, csak. Ö, <kül> Én, én, én például biztos vagyok benne, és a magam nevébe beszélek, csak hogyha mondjuk én gyorsabban hajtanék, mint a megengedett, akkor legfőképpen azért érezném magam rosszul, mert mert olyan helyzetet teremtek, amivel veszélyeztetek valakit, aki a, a forgalomban van, úgy szintén. Tehát, hogy, hogy nekem, nekem alapvetően ez lenne a problémám ezzel a dologgal, a, a másik meg, hogy hogy az, hogy most ö, megyek értett 300-zal, és én fölkenődök a fára, az, ö, az, ö, az azt mondom, hogy oké. Okay. Azt mondom, hogy oké, okay. én magamat kinyírtam, ö, nem szoktam tomatik, de attól függetlenül erről még lehet véleményem. Ö, tehát ahogy, ö, hogy fölkenődök saját magam hülyeségéből kifolyólag a fára, azt mondom, hogy oké. Okay. Azt mondom, hogy oké. Okay. És, és, nem, nem okoztam problémát senkinek. De hogyha megérted, jön valaki szembe, akkor és, és mondjuk nem tudok úgy kanyarodni, akkor az, akkor az valószínűleg probléma lehet. Gondolom én. De ektomatik azt azért remélem, tudod, hogy az sose egy jó érvelés, hogyha, hogyha mit tudom én azt mondod valakinek, hogy mert te nem, nem szoktál vezetni, hogy akkor a, akkora véleményét elvitatott tőle. Tehát ez, az nem egy, nem, nem egy, jó érvelés, hogy akkor meg úgy tudod meg egyáltalán. Tehát attól még véleményem a szabálytalankodásról lehet, úgy gondolom. Ha én néha, néha azért olyan utakon, ahol rendszeresen szoktam járni, néha azért 90-ből 110 lesz. Persze, tehát mind, mind, mindenkinél, szevasz exitus jó reggel, tehát mindenkinél van ö, úgy gondolom, hogy aki vezet olykor-olykor egy-egy ilyen szituáció, és, ö, és ezzel végül nincs is semmi baj. Annyit mondtam az előbb csak, hogy én kellemetlenül érezném magamat, hogy a többieket azzal, hogy én nem annyival megyek mondjuk, ami megengedett, vagy nem úgy megyek, azzal veszélyeztetném. Én csak ennyit mondtam. Nem a gyorshajtásra van a probléma, alapvetően, ha lassabban mész, mint a megengedett, abból is sok. Persze, mert az meg a forgalom akadályoztatása. Tehát az is, az is, az is probléma, ugyebár. Az ne száguldozon, aki megengedett sebességnél is, fékül vezet, Ja, ja. Jó, de ezt az emberek nem tudják magukról. Hát pontosan, és, és ott, ott, ott van mondjuk ez is a, 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 a dologban, amit Gabba ír. De hát most, ja, persze. Igen, mert az a baj ezekkel a dolgok, hogy, hogy egy pillanat műve az egész, és, 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 és nem tudom, tehát a kár, amit okozol, a saját autódban akár, vagy mondjuk magadban, ne adj Isten másban, az... az, 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 az az mindig sokkal ö, durvább, mint hogy megérje az, hogy a, azzal a kevéssel is értett többel mész. Tehát én, én, én így látom a kérdést. Tehát, hogy mindig, amikor ö, amikor ö, előfordulna mondjuk egy ilyen szituáció, hogy ö, hogy hogy gyorsabban megy az ember, nekem biztos, hogy beugrana mindig a fenn, de a kár, amit ezzel okozhatok, az, az sokkal nagyobb. Mint a, ami, tehát hogy, hogy megérje azt, hogy én mondjuk túllépjem a sebességet. Tűzoltóként rengeteg fajta balesettel találkoztam már. Legtöbb esetben figyelmetlenség és tapasztalatlanság az, ami balesethez vezet. Aha. Hát, most nézd. Né nem én, én nem, én nem, én nem értek azzal egyet őszintén, szóval szerintem nem is fogok, hogy hogy ezeket a közlekedési szabályokat nem kell betartani. Nem, szerintem be kell tartani őket, aztán kész. Ennyi. Tehát most nekem volt olyan ismerősöm, aki, aki teljesen szabályosan közlekedett, de, de találkozott egy, egy olyan. Mezőgazdasági gépjárművel, ami ami nem volt kivilágítva, három embert vitt, és, és ebből kettő meghalt ott mellette. Szabályosan közlekedett, ennek ellenére ö, is egy, ö, egy örök trauma maradt neki ez a történet, mert a szembejövő mezőgazdasági gépjárműnek a villája az fölnyársad két embert, úgy, ahogy van. És annak ellenére, hogy ő szabályosan közlekedett, annak ellenére is, mondom, életre szóló trauma. Most gondolj azért abba bele, hogyha, hogyha egy ilyen szituáció következik be, és te te még ráadásul gyorsabban mész, utána egész egész rohadt életbe az fogod azon fogsz gondolkozni, hogy lehet, hogyha, hogyha megengedett sebességgel mész, akkor lehet, hogy el tudod kerülni a, a, a balesetet. Nem, 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 ne arra úgy, nem, nem, fogtok tudni arról meggyőzni, hogy, hogy, hogy a, 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 nem szabályos közlekedés rendben van. Nem, nem hiszem, nem hiszem. És, és ehhez nekem nem kell, nem, nem kell, hogy jogosítványom legyen. Tehát, tehát ez, a, a, ezzel a vélemények kapcsolatban nem szükséges az szerintem, hogy hogy nekem legyen bármiféle papírom erről. Ha jóra van, ott, ott, ott is betartom maradéktalanul szabályokat. Minden szempontból. Inkább nyolcszor megnézem, hogy nálam van-e a porralótó, a csákja, a, a, az egészségügyi felszerelés, a füle minden. Uh -huh. Nem. Mm -hmm. jó figyelj, tehát különálló példák ö, extra példák extra példák persze hogy vannak tehát ilyet lehet mondani de összességébe véve továbbra is ez a véleményem és persze jó, jó a példa amit is persze persze tökre érthető nyilván nyilván érthető én, én, arról beszélek, amikor ki van írva, hogy 80, és 110-zel berongyol érted emberünk. Tehát, hogy nem. Nem. Azt, azt senki nem fogja tudni nekem megmagyarázni, hogy, hogy a, a sebességhatár betartása az, az, nem kötelező érvényű mindenkire vonatkozólag. Kivéve érted a rendőrre, aki mondjuk tegyük fel, üldöz valakit. Nem, nem, rohadtul nem értek egyet vele, hogy száz hogy, hogy, hogy mondjuk a megengedet, és akkor jó lesz az a 110. Nem. Nem értek vele egyet. Jön egy, jön, egy, jön egy ilyen szituáció, mint amit az előbb vázoltam, és utána egy egész, élete, egész életedben azt fogod ö, ö, megkérdőjelezni, hogy, 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 hogy. illetve azon fogsz rágódni, hogy elkerülhető lett volna Ha veszel egy bér, akkor szabad, akkor szabad, urai. Na, mind, viccet félretéve. Ebbe Misi, am, amúgy meg lehet, hogy igazad van. Ebben meg, ebben meg lehet, hogy igazad van. Jó, ö igen, Krikó, erre is láttunk amúgy már példát, hogy, hogy hát, hogy, hogy, szeretik ugye a, 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 az ilyen szituációkat. Na most ugye nyilván a helyzet az, hogy, hogy nekik is azért, hát tudjuk, tudjuk, hogy kóta van, de mindegy, ebbe most ne is menjünk bele. Én futárként inkább betartom a szabályokat, inkább kapja meg az ember egy kicsit később a kaját, de legalább biztosan megkapja. Rajszlin, figyelj, de attól függetlenül megérted, te is szeretnél ügyelni a saját testi de Most nem tudom, biciklin tolod, vagy, vagy, vagy esetleg autóval mész, vagy motorral, vagy, vagy nem tudom, hogy mivel mivel nyomod. Minél, minél inkább bicikli, vagy kismotor, vagy esmi, annál veszélyesebb a történet. Mert körülötted ugye nincsen kaszni. Biztos, Szavi, ez biztos, hogy ilyen is van. Az tuti fix, hogy vannak olyan motorosok is, akik, akik, akik betartják a szabályokat. Tuti. Hát, na, na mindegy, szóval dugozzuk le ezt a témát. Én, én továbbra se értek azzal egyet, hogy az utakon szabálytalankodjunk. Igen, mondjuk ki vannak vannak extra ö, esetek, ahol, ahol ö, teljesen törvényszerű, hogyha eljárunk úgy, ahogy. Viszont, ö, viszont, viszont. Viszont alapvetően, meg meg tényleg az lenne a legjobb, hogy. És tényleg ezt az egy példát tudom nektek mondani, srácok, mert ez teljesen ö, életközeli és és, és hogy, hogy mondjam nektek tehát, tehát ez ez, ez közeli ismerősünkkel történt hogy hogy utána egész életetekbe azzal fogjátok hogy mondjam tehát azt az fogjátok gondolni, hogy lehetséges, hogy megelőzhető lett volna a probléma, amennyiben mondjuk, mit tudom én, betartjátok azt a megengedett sebességet. Érted? Utána aztán leélni egy egész életet úgy, hogy, 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 hogy ha mondjuk 10-20-szal kevesebben mentél volna, akkor lehet, hogy nem történik ez a tragédia. Tehát én ezt nem ajánlom senkinek. Tehát őszintén szólva, emberünk előtte is utána teljesen más volt. Teljesen más teljes mértékben. Én nem, nem, én nem, ajánlom azt senkinek. Na, de... Ja, igen, igen. Az ember hajlamos azt gondolni, hogy vele ilyen dolgok nem fognak történni, és nem... nem... Jó reggelt, Szentigől, hello, hello. Vele ilyen dolgok nem fognak történni, de, de mindenkivel történhetnek. Kocsi van Rajszlin? Aha, jó, hát az, az, még, az még szerintem a biztonságosabb szitu. Én egy időben futárkodtam, és rendszeresen kellett városban 90-nél mennem, mert egyszerűen lehetetlen lett volna kivinni a kajákat, mert már így is óriás késésekben voltam. Aztán megjöttek a panaszok, főnök, meg igen. Egyik nap csúcsi időben megfenyegetett, hogy kirúg. Na, akkor ott csúcsi időben fel is mondtam, és maradtak futár nélkül. Jó, figyelj, ezt ez meg meg tudom érteni, hogy ott egyrészt van egy ilyen presszió, másrészt meg. Másrészt, meg te azt tartod, ugye, szem előtt, hogy nyilván úgy vegyél részt a forgalomban, hogy senkit ne veszélyeztessél. Persze. Júrapé, köszönöm szépen a követést, hello! Amúgy, hát, igen, lehet, Imi, lehetséges, lehetséges, határozottan lehetséges. No, azt mondja, hogy. Most azon gondolkozom, hogy elkezdjük-e a, 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 képkockát. Igen. Szerintem elkezdjük a képkockát. Jó, srácok? Fú, egy kicsikét, kicsikét át kell állítsam a, a, az agyamat a, a, az amerikai história X-re. Jó? Ez, egy, ez ez egy durva téma lesz ismét, igen.